Ma este 8 órakor esedékes a Fed döntése. Nézzük most rá, hogy melyik devizák, illetve melyik részvények járhatnak a legjobban, illetve a legrosszabbul a döntés után. Elég nagy az izgatottság, pedig csak 32% az esélye annak, hogy a Fed megkezdi kamatemelési ciklusát. Ennél jóval nagyobb 64%-os valószínűséget rendel most a piac ahhoz, hogy decemberben kezdődik meg majd a szigorítási ciklus. Elsősorban azokra a részvényekre érdemes figyelni, amelyek tőkeerősek, nincsen szükségük túlságosan sok hitelre. Több befektetőház ajánlotta például már az Apple vagy a Wells Fargo részvényeit. Másrésztről a befektetői elemzőházak azt mondják, hogy meneküljünk ilyenkor az energia részvényekből. Ez nem biztos, hogy igaz lesz, hiszen az elmúlt nap majdnem 7%-ot emelkedett a VTI-ra egy heti készletadat hatására. Hogyha a devizákat tekintjük, két esélyes, hogy az euró-dollár milyen irányba mozdul. Hogyha nem lesz kamatemelés, az várhatóan gyengíti a dollárt, de ugyanakkor Janet Yellen kommentárja megváltoztathatja a helyzetet. Mindenképpen arra számítunk, hogy a kamatemelés utáni órában a márciusihoz hasonlóan igen megemelkedett volatilitás lesz majd, erre opciókkal, illetve határidős ügyletekkel készülnek a kereskedők. A feltörekvő devizák közül azok lehetnek a nyertesek, amelyek elsősorban nem az olaj áresés reagálnak, hanem a globális kamatkörnyezet változására. Ilyen például a török lira, amely abszolút vesztes volt 2015-ben, de az elmúlt két napban már erősödni kezdett, kifejezetten azért, mert úgy tűnik csökken az esélye a szeptemberi amerikai kamatemelésnek. A forint jelenleg a 312-es szupportnál várakozik, hogyha nincs kamatemelés és jelen kommentjei nem különösebben radikálisak, akkor arra számítunk, hogy a 307-es, 309-es régiót közelítheti meg holnap, illetve a jövő héten.